Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! 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 Sziasztok! Tibi! Hello! Jó reggelt! Na, hát telefonon dolgozol, ugye? Azért vagy telefonon, igen, jól igen, mondtam. Igen, most egy kis melócska van, de nem akarom teljesen erre fogni egyébként, mert van más dolog is, amiatt most nem igazán örültem volna, ha láttok, mert tudjátok jól, hogy én azért a makulátlan megjelenésemre mindig ügyelek, tehát hogy mindig makulátlanul érkezem. Kivéve kedvenként. Igen? Szemétláda, te szemétláda. Nem, és most történt egy picit ilyen optikai baki, mert úgy döntöttünk, hogy nem, barom gyorsan nő a hajam, és úgy döntöttünk a párommal, hogy megspórolnánk ezt a hetente 10 naponta 2800 forintot, és akkor hát annyira reklámozták ezeket a boldog férfiakat, akik ilyen géppel nyírják maguknak, és utána ilyen elégedetten beletúrnak a hajukba. Tudjátok, van, mit is láttatok, mert ti is a reklámot. Igen, magasról indítod a kezed hátrafelé, és a könyök végig emelkedik. Ugye? Igen, és ilyen nagyon boldogan beletúr a hajába, tudod, tehát otthon így megoldották. Na most, és kívülön a hónaj kutya. Egyébként igen, oda nem mentek. És akkor mondta, párommal mondtuk, hogy ez nekünk is fog menni, vettünk egy ilyen gépet, mondta a párom, hogy üljek le a kád szélére, és bízzak benne. De na most ekkor hibáztam először, nem a kád szélével, hanem konkrétan leült, azt mondta, akkor 12 millire állítom, mert mondtam, tököm nem tudja mi az, akkor állítsd arra. És a következő történt, tolt egyet, és utána az arcán a teljes rémület. Tehát már tudtuk, hogy nagy a baj. Na most ekkor úgy néztem ki, mint a Ripley hadnagy az első borotválás előtt az Alienbe. Tehát tudod, az amikor így egy ilyen G.I. Joe így bevonul, és akkor már hozzá kellett vágni az egészet. Tehát ha láttál már egy ilyen idomtalanra vágott, ilyen nagyon kellemetlen, ilyen otthon megvágott hajat, akkor az ez. És most igaz, középre túrta be az első csíkot, mert az úgy az igazi. Nem, az a nagyobb baj, hogy jobb oldalt, és az a baj, hogy az ott is maradt. Tehát most minden koncertet úgy kezdek, hogy a hölgyeim és uraim, a színpadon Kassa Tibor, engedjék meg, hogy először is magyarázattal szolgáljak a hajam miatt. És most tök kopasz vagy most te teljesen eltűnt, vagy csikok kicsit? Nem azt mondanám, hogy kopasz, azt mondanám, hogy kellemetlen. Tehát, hogy ilyen... Kellemetlen. Hogy, aha, igen, tehát, tudom képzelni. Hogy olyan, mint hogyha a fejbőrömet vakszolnám. Tehát, hogy próbálom így vakszolni, tehát még a reggeli rutinom még megvan, és így vakszolgatok valamit, de igazából ennyire a homlokomat is vakszolhatom, tehát hogy ilyen teljesen idomtalan az egész. Ti egyébként hagytátok már? Tehát volt olyan, mondjuk Balázs, hogy a Vikinek kiugrott, azt mondta, hogy kicsi, megigazítom, én csak csukd a szemed és bíz bennem? Tehát vagy anyátok nem vágta soha a hajatokat? De a Viki nem, tehát azt már úgy nem is nagyon engedném, de a szülők igen. Tehát apámnak volt egy ilyen olyan ülés, amit egyre klasszik, tudod, ez a bárszék, amire egy fölsz is forgott. És ugye vízszintesen így lerakta az ollót, és megfogta a jobb kezű, bal kezes volt, megfogta az ollót, és rántott egyet a fotelen, vagy ezen az ülésen, és hogy pörögtem egyet, így körbevágott. És úgy néztem ki, mint Dumb, csak az egy film volt, ugye, és az ott vicces volt. Meg is vagyunk irányhorán. És levágta egyenesen a hajam, így teljesen úristen. Körbe. Úristen, tudod, mindenkinek egy bilit raktak a fejre, és körbevágták. Hát nekem meg a másik véglet volt, ugye folyamatosan sportos frizura ment, de egy gyerekkoromban ez annyit jelentett, hogy amennyi hajat csak le lehetett szedni a fejemről, azt leszették, és utána még órákig lapogatott apám. Ugye? Az, és ezért hajszeszeztek, ami miatt nem mert senki mellé ülni. Egyébként az 50-es villamoson napokig. Hát nem csak ezért nem ültek mellé. Mondjuk ez is igaz, igen. Tudod, a szülői hajvágásban az a rossz, hogy a szülő már látja, hogy elrontotta, és elkezd utána vágni, de az utána vágás már nem tudod belehozni, csak ha még többet belevágsz, még jobban elrontod, még inkább mész utána. Az egészből lesz egy olyan visszafordíthatatlan folyamat, amit utána már nem tudsz jót kezelni. Hát én onnan láttam, hogy nagy a baj. Mondom, hogy beletolta az első mozdulatot a géppel a hajamba, és figyelj, amit akkor az arcán láttam, Az mindent, tehát most mondtam, hogy vagy mögöttem van az Alien, és én most hiszül minket megtámadni, vagy a hajam lesz nagyon szar. Ez utóbbi. ez utóbbi lehet, igen. És utána hát mondjuk ebből a szempontból jól el vagyunk látva, mert Móni nagyon ügyes fodrász, hogyha mondjuk nem lett volna belőle a könyvtáros, akkor simán elmehetett volna fodrásznak is. Egy időben ő vágta a családban mindenkinek a haját, ami mondjuk azért volt. De ki is vágja Benninek, az jó, a csajoknak ez jó. De nálatok is mindenki punk. Igen. A nullással tulajdonképpen. De a Benninek vágja a Viki? Igen. Hát a Benninek hibátlan, barom jó haja van.
Hát azt mondom, hogy jó érzéke van. Miért mit gondolsz a Vikiről? Most ez egy Vikire nézve ez annyira ilyen. Hát de nem, jó, nem, jó, nem, jó nem, érzéke van. Hát meg... hogy 2008 helyett 1004 átmegyek a Vikihez, érted? Nekem jó az. De hát mellékes. Fodrászólója, neki áll, jól vág egyébként, tényleg. Hát meg most, ahogy hallom, ahogy kinézel, csak segíteni tudna rajtad. Tehát, hogy hát, is vágja a haját. Azon, hogy én kinézek, most egy bozótűz is tudna segíteni, tehát hogy figyelj, tehát ez teljesen reménytelen. Jó, de nem tudod le kopaszra. Letolja? Told le kopaszra. Told le kopaszra. Ha igazán penge vagy, akkor megcsinálod. Ha igazán kemény vagy, letolod kopaszra. Hát nem vagy. Figyeljetek, azt bevállalom, hogyha lesz idén tájföld, vagy januárban, akkor csak azért egy ilyen letolom kopaszra, és egy ilyen morning show hennával a fejem tetején fogok mászkálni tájföldön. Na, a hennát kihagyhatod, szerintem elég vicces lesz csak a kopasság is. Na jó van, de nem a félre sikerült frizurám, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Személyes élményből táplálkozik a dolog, ti is foglalkoztatok már egy picikét vele, de szeretném erre most nagyon-nagyon felhívni a figyelmet, ez szerintem, hogy most ősszel nagyon fontos lesz. Megyek tegnap hazafele kocsival én és az elrontott hajam, és a következőt látom, egy a másfél méterről kezd kibontakozni a ködben, a vaksötétben a következő gyalogos, fekete cipő, fekete nadrág, fekete kabát, fekete sapka, és még mint a Rambó ilyen szénnel így még bekenve az arca, hogy még az arca se világítson, tudod, ilyen még ilyen rejtőzködő festés rajta. Hogy egy icipicit, tényleg így kapjunk már részbe, de most nem is a biciklistákra célzok, vagy nekem a biciklistákon az ömében van valami. De hogy azok az emberek, akinek dolga van, és tudja, hogy gyalog fog hazamenni a munkahelyéről, akár mondjuk kevésbé bevilágított, vagy a kisebb helyeken, falu, község, de a városban is van rengeteg olyan rész, ahol az előszeretettel bóklásznak az úton a kedves gyalogosok, hogy a saját élete védelmébe, meg azért, hogy nekem ne kelljen börtönbe menni, mert másfél méterről látom meg, egy ilyen 100 forintos nyomorúságos valami ilyen fényvisszaverő karperecet, vagy nem tudom, prizmát, vagy kis villogót, vagy valamit, tehát hogy egy picit próbáljanak már meglátszani. Tehát én értem, hogy én majd másfél méterről valahogy slalomozva kikerülöm, de hogy megmondom őszintén, nem tudom, ti hogy vagytok vele, ti kiszúrjátok, vagy nem volt meg olyan, amikor ugye rémülten egy méterről kaptad félre, akkor már ne jatszekete ilyen rejtőzködő gyalogosokat próbálsz lalomozni? Hát figyelj, volt, de aztán eljössz Afrikába és átértékeled az egészet, képzeld el. Tehát, hogy itt azt csinálják, hogy eleve, most tényleg senki ne értse félre, nem azért mondom, de... Nem hiszed el, hogy a fekete emberről egyszerűen nem jön vissza a fény. Tehát Magyarországon, amikor valaki belép eléd mondjuk két falu között, van időd meglátni. A fekete ember bőrszínének az az egyik tulajdonsága, és ebben tényleg semmiféle rossz indulat nincs, hogy egyszerűen megvilágítod lámpával, és nem látod. És azt csinálják az afrikaiak, hogy kijönnek az út közepére, és úgy próbálnak téged éjszaka fél egykor, mikor jössz haza a dzsungelből megállítani, hogy beáll egy kanyarba az út közepére, és fölteszi a hüvelykujját, hogy állj meg neki. Figyelj, nem hiszed el. Nulla félelemérzet, ilyen 8-10-es bolyok közlekednek éjszaka, a két falu között van mondjuk 20 kilométer, tehát sehova nem érted, hogy hova megy, mit csinál, beáll az út közepére egy kanyarba, és nem megy el onnan, hogy te vedd föl. És mind figyelj, a két oldalon. Az eszed megáll, ahogy ezek közlekednek, és ilyen 8-as, 10-es családok, néha egy 3 éves gyerek ott éjjel fél egykor az út közepén, egy idős emberrel, mennek úgy, hogy nemhogy nem húzódnak le, hanem az út közepén megy a kanyarba, hogy állj meg neki, és stopp. Oh. És nem látod, tehát nem tudod észrevenni. Nem, Jani? Ugye, hogy így van? Egyértelműen. Hát folyamatosan elképesztő. Olyan értelemben folyamatos életveszélyben vagyunk, hogy igen. Gyakorlatilag erre is oda kell figyelni, hogy az utak nincsenek kivilágítva, csak az út közepén vannak egyébként nagyon praktikus, ilyen kis fényvisszaverő pontok. Ezek mutatják az útnak az ívét, de az út két oldalán nincs is semmi. Nincs is igazi leállósáv amúgy. Ezeket a leállósávokat arra használják, hogy ugyanúgy haladnak benne az autók, és haladnak benne a gyalogosok, kerékpárosok egytől egyik kivilágítatlanul, tehát ők is ugyanúgy este, ugyanúgy keróznak, mint ahogy nappal, semmi, és tök igazad van, ugyanez itt se kerül egyébként sokba. Tehát én voltam itt sportszeráruházban, láttam, hogy miben kerülnek ezek a fényvisszaverő cuccok, semmi.
A Morning Show, a Klassz FM egy időben adott ilyen kis karperetet, az is fény visszaverős volt. Emlékeztek? Nem árultuk, ne terjesz hülyeséget azért. Nem árultuk, adtuk ajándékba. Illetve Jani néhányat eladott. Így van, az villamoson, de csak volt egy nagyobb göngyöleg, egy 5000 darab, de az jó biznisz. Hogy neked fogalmat sincs arról, hogy ebből én milyen boltot csináltam a neten, úgyhogy ne szólj bele, kisgyerek. Azt akartam mondani, hogy így van, tehát hogy nekem rengeteg tervem van az elkövetkezendő 4-5 évre vonatkozóan, de olyan jellegű tervem nincsen, hogy szeretnék egy halálos gázolásban részt venni, és utána a börtönbe vonulni érte. Tehát hogy én nagyon-nagyon megköszönném, hogy főleg, hogy jön ez a ködös időszak most már valamennyire, hogy 5 órakor már mat olyan sötét van, hogy konkrétan nem lát semmit, hogy mindenki, aki egyébként azt gondolja gyalogosként, mert nem sofőr, hogy ő látszik, miközben sétál, és majd mindjárt észrevesznek, az most nem árt, hogyha hallja, hogy konkrétan, hogyha olyan a szituáció, akkor 2 méterről lehet észrevenni. Tehát a saját maga gyerekek, mindenkinek az éjségért egy nyomorúságos 100 forintos ilyen fényvisszaverő karkötőt legalább dobjon már a bal csuklójára vagy a jobbra, és próbáljon már meglátni, és ne ott legyen már öngyilkos nálunk szőlőhegyen. Tehát, hogy... Tibi, egyébként megvan a megoldás erre. Na, azt kéne csinálnod, hogy ezek után nem a járdán mész a kocsiddal. És te hülye vagy. Igen, én azért megyek mindig a járdán, mert nem tudom, valahogy ott kisebb a forgalom, jobban lehet haladni. Fé, egyébként tök igazad van. Én a bringásokat se értem, akik tudod, hogy részegen felülnek, és nem, tehát semmit nem tesz fel magára, ő nem fél, te elütött, belenyomorodsz, ő meghal, neki a jobb nyilván, mert hogy akkor már nem kell mondjuk, nem tudom, tolószóra élni egy életet. És nem veszi a fáradtságot, nem is, tehát akkor, ha már ő magát, saját magával nem foglalkozik, legalább a saját, vagy a te védelmedbe tegye ezt meg egyébként. De tényleg döbbenet, az M0-áson gyár felől olyan alakok ülnek bringára éjszaka, néha arra megyünk, mert ott lakik a nyorsom arra felé, én nem hiszed el, és semmi nincs rajta. Ha már az M0-ás mondod, amúgykor jöttem haza az M0-áson, konkrétan az M0-áson gyalogolt velem szembe egy csávó. Tehát, hogy az meg hogy kerül oda meg, tehát hogy ott mi a terv, azt nem tudom. Konkrétan az M0-ás felhajtón gyalogolt szembe a forma. És nem érted, hogy mit csinálod, igen. Jó, Tibi, ez jogos. Ezt naponta tapasztaljuk itt is, teljesen értetlenül állunk a jelenség előtt, gyerekekkel sétálnak éjszaka az úton. Úgyhogy... Csak annyi legyen, akkor legyen egy konszenzus. Ő ne akarjon meghalni, én meg hadd ne akarjak embert ölni. Jó, persze. Tibi, ez... Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Gyakran mondják, mégsem unom meg. Ne. Ugye? Hogy, de tudok-e jó indulatú is lenni? Ha igazad van, akkor látod, hogy megadom. Tehát, hogy itt nincs semmiféle jó, ne védd, az a nyárfapőszmez dolog, az még mindig bánt engem. De most mindegy, most nem akarom újra előhozni. Majd jövőre. Na mondd mi a témád, de mindjárt menned kell. És azt hitted, hogy attól, hogy mennem kell attól? Hát azt mondtad, hogy 9:30 után 5 perccel neked már vissza kell menni, mert van valami kevésbé nézett műsor, ahol most... Ne szemétkedjél már! Persze. Javítanod kell a nézettséget, és helyettesítesz valakit. Lassan annyi műsorban vagyok benne, hogy ha még kapok még egy rovatot, akkor mondhatom én az esti mesét, adjatok egy könyvet, olvasok én még esténként. Komolyan, nem tudom követni, hol bukálsz fel éppen, és hát azt hittem, hogy nincs témát. Tehát mindjárt 5 perc van, 9:30, hát mi van, nincs témát? Ugyanis megmondom őszintén, hogy egy picit ezt most érzelmesebbre hangolom az elejét, mert pont azon kaptam magam, hogy lapozgattam az ilyen fotógyűjteményeimet, és mindig, amikor meglátok rólatok egy képet, hogy vannak, tudod, időnként így fotózgattalak benneteket bent a stúdióban, és esküszöm már én tudok ilyen kicsit ilyen szentimentalistán ránézni, hogy vajon jól vannak a fiúk, mikor jönnek a fiúk. Amúgykor ki is raktam egy ilyen posztot szigorú lájkvadás jelleggel, hogy mikor jönnek már a fiúk, na, hogy és esküszöm, hogy most már, ennyi volt az érzelmes része egyébként, úgyhogy ne nagyon lovald bele magad, tehát hogy mondom, most már, így, hogy így közeledik az a érkezésetek. Már el is hiszed, hogy érdekel. Igen, nem, most, hogy közeledik az a érkezésetek, egy picit elkezdtem foglalkozni a dolognak a lényegi részével, hogy nevesítve, hogy mit kapok. Aha, na hát akkor... gondolkozz. Mi lesz az ajándékot, Tibi? Igen, megmondom őszintén azért, mert én biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy nem fogtok üres kézzel jönni. Tehát, hogy azt nem csináljátok meg, hogy úgy jöttök haza, hogy ilyen alibi ajándékokkal fölrakodva, vagy azt a reptéren megvéve egy ilyen tolleronéval megdobtok, és akkor kiszúrjátok a szem, hanem én biztos vagyok benne, hogy valami nagyon frankót kapok. És én nagyon szívom erre magam, hogy valami nagyon jó ajándék lesz, és ezért egy picit csak súgjatok, próbáljátok meg körülírni, ne mondjátok meg, hogy nagyon meglepődjek, de úgy iPad.
Aha. Hát Tibi, tudod, engem ismersz, tehát én napok óta itt járkálok, mint Mici Mackó, oda megyek a Janihoz, bekopogok a szobájába, hogy, hogy Jani, gyere már ki, mert mindjárt megyünk haza, hogy a Tibinek mit? De így a Tibinek van. Mit? Basszus, így mindenkinek van. Megvan minden, de a Tibinek mit? Hetekig kerestünk pöcsformájú hűtőmágnes, de nem talán. Balázs, de valami almás lesz, nem? Tehát valami komoly. Aha, hát igen, nem tudod, hogy mekkora ajándékozó vagyok. Igen, igen. Nem, én úgy voltam vele, hogy... De inkább túlrósat hoz. Hogy, mert nekem úgy van vele, hogy én szeretem az ilyen helyi jellegű dolgokat, de nekem haza ne jöhetek valami ilyen szállító zsirászherével, nekem valami ízével, nekem valami ízé legyen. Most kifutóban van a laptopom, jó, bemisz kint az Apple-bassz. Én csak Dél-Afrikában vennék almás terméket. Aha. Egyébként. Egyébként az a durva, hogy figyelj, körülbelül fél ár. Tényleg? Tényleg, akkor viszont hozzá kettő. Alacsonyabb az áfa, igen, néztem. A fél ár az kicsit túlzás, ilyen 60%-a a magyarországi áraknak. És ilyen izék vannak rajta, ilyen bantú írás jelek vannak rajta, ilyen bök, mök, mak. Az. Ez pont bök, bök, mök, mak. Képzeld, hogy volt rajta két bök, egy mak, meg egy fő. Azt hiszem két mak volt rajta. Tök igazad van, és nem alma van itt, hanem dinnye. És az összes laptop dinnyés. Teljes, abszolút igen. Egy félbevágott, beleharapott pomeló van rajta. Egy beleharapott pomeló. Hogy ebből akartam egy picit hívni a dolgot egyébként, mert mindig azt mondják, hogy a szívből jövő ajándék, mert nem azt kell nézni, hogy mit kapsz, hanem azt, hogy szívből adják. És én most szeretném ezt az egyezményes hazugságot megszüntetni. Ez a túrót igaz, nagyon fontos, hogy szívből jöjjön, de amennyiben nem frankó az ajándék, az a legnagyobb kitolás. Tehát, hogy én már bontottam ki úgy ajándékos dobozt, hogy most tök őszintén lehetek ti is. Amikor kinyitod, eljátszod, nagyon kamu örülsz, ugrálsz, mindenkit megpuszilgatsz, hogy te rég akartál ilyet, és te a legszívesebben úgy vágnád a szemétbe, hogy arról koldul. Nem, közben azért hallgattam, mert tudom, hogy mit hozok neked, közben rájöttem egyébként, hogy mi lesz neked. Egyezményes hazugságról, hogy mind a szívből jövő ajándék a lényeg, nem. Az a lényeg, hogy ez jó ajándék legyen. Én gyerekkoromban, de nem mondom, ezt meséltem annak ide, hogy volt konkrétan mindig egy családtag, aki mindig egység csomagba egy tusfürdőt, meg egy sampont adott, becsomagolta, és örülni kellett neki, és annyira utáltam, hogy gyerekként kell túlról örülni tusfürdőnek. Karácsonyra. És azóta már megmondtad neki, hogy teljesen fölösleges volt, és gyűlölted minden egyes pillanatát? Nem, de ha most hallgat minket. Ó, basszus. Akkor magára ismert. Akkor viszont valaki másnak kell odaadnom majd ezeket a szállodai body lotionöket, amiket becsomagoltattam neked. Na, ez de nem mindenki... hiszed, Jani mindegyiket elrakja. Neked már fogadjunk, hogy van a kézipodgyászod a 100 darab ilyen bonilóton, nem? Nem, csak 50. 50. Minden nap elraktad, amit nem használtál el? Imádlak. Nagyon jó. Hát egy évig fűri belőle a család. Tök gazdaságos. Gyere át hozzám. Kaptatok alibi ajándékot? Tehát volt olyan családtag, aki mindig úgy adott valamit, de ilyen. De azt mondtad, hogy volt. Ezt a rohadt alibi, rossz szar ajándékot, amit ez mindig tud adni. Aha, volt ilyen, szerintem ilyen karácsonykor septibe becsomagolt, használt polmi, amit kaptunk például. Amikor egy picit így megébredt a kedves rokon, hogy hoppá, karácsony van, hoppá, családi ebéd. És akkor mit, egy régi pulóvert, becsomagolt neked? Nem, használt kézi súlyzókat kaptam. Janikám, ebben már benne van az izom. Balázs? Atya Isten. De úgy adta oda, hogy vette újonnan, és te rájöttél, mert le volt kopva, hogy ezt használ. Aha, persze. Vagy te láttam náluk sokszor. Nem nagyon használták, de... Ja, úgy értem. Tehát volt egy kézisújzó, nem használták, nem így volt van. Lekopva, jó állapot volt, és odaadta neked, mint újat. Azóta is megvan, köszönöm szépen. Használom. Hát gyerekek, azért ez az ajándék, megkapás és egy év múlva elszórás, azért szerintem ez sokan csinálják. Hát meg azt is csinálják, hogy olyan ajándékot tovább adni az ajándékot, mondjad? Hát azt is csinálják, hogy olyan ajándékot, nekem van konkrétan ismerősöm, ez halál személyes sztori, hogy vett, azt hiszem, hogy vett flexet a csajának, vagy a feleségének, valamilyen ilyen munkagépet, most akármit, nem tudom, szögbeütőt, mondjuk flexet, vett egy flexet a csajának, odaadta a karácsonyfa alatt, a csaja kibontotta, nézte, hogy de hát kicsim, ez egy flex, ezzel én mit csináljak? A csávó megmondta a vállát, azt mondta, hogy hát akkor én átveszem. és a mai pig boldogan használja, tehát konkrétan magának vette az ajándékot, és hát azt mondta, hogy hát neked semmi nem elég jó, drágám, akkor most már mindig rehasználom.
Nem biztos, hogy mindig rossz indulat van ám ebben. De én is kaptam régen gyerekkorban azért olyan ajándékot, aminek nem feltétlenül örül, csak a távolabbi rokonok nem nagyon tudnak mit venni. És akkor egyébként nálunk is egy tábla csokitus fürdő. Tehát, hogy ez így, így van. Ez így régen találkoztuk, és akkor így nem tudták, hogy már nem játszol a csatogos lepkével, hiszen 24 vagy. Jó, hát na. Hogy mik azok, tehát egy kicsit elgítsuk a körét azoknak az ajándékoknak, amit egy gyerek nem akar megkapni, mert nem lehet neki örülni. Nekem például ilyen volt a ruha, tehát hogyha én ruhát kaptam. Zokni alsogatja, így van. Zokni alsogatja, magas nyakú pulcsi. Bármilyen ruhanemű karácsonyra, tehát hogy legyen már most idén karácsony, legyen egy ilyen, hogy ruhaneműt ne adjatok már gyereknek, mert utálja. Tehát, hogy ezt most mondjuk ki együtt, tehát ne. Ki kapott olyan könyvet, aminek volt beírás? De nem a te nevedre gondolom, mi? Nem, hogy lapoztál egyet, és ott volt egy beírás, hogy Józsikának a 12. születésnapja, és ezt megkaptad. Kaptatok ilyen könyvet? Nem soha? De nem Józsinak írva? Nem, Balázsnak. Nem, az a baj, hogy én ebben a bűvőként. Nem kaptatok ilyen könyvet? És kinyitod, tudod, így örülsz neki, tudod, mit tudom én tényleg, tehát mondjuk egy olyat, amit soha nem olvasol le, csendes dolgot. Tehát, hogy megkapod ezt 12 évesen csendes dolgot, kinyitod, és ott vagy Lacikának 16. születésnapjára, és te ott állsz. Egy papírlappal. Komolyan. Le volt ragasztva egy papírlappal. És hogyha egy picit így olyan fényviszonyok voltak, akkor látszódott, hogy alatta mi van. Én nem akartam elhinni. És először arra gondolsz, hogy csak a nevedet írták el. És aztán rájössz, hogy nem. Ez a könyv nem neked szólt, és ezt már valaki megkapta. Az a kemény. Aztán... Én ebben a vívő oldalon voltam, konkrétan tetszett, én szorongtam, amikor ilyen általános iskolába kellett ilyen iskolai születésnapra mennem, meghívtak valamelyik osztálytárshoz, és Mutter valahogy nem érezte ennyire, hogy melyik ajándékot vinni, és mindig a következő volt, tartott egy ilyen szanálást, hogy melyik könyv van jobb állapotban a polcon, azt levette, és vagy becsomagoltuk, vagy nem, azt átmentünk egy ilyen háború és békével, odaadtuk boldog születésnapot, azon kaptam magam, hogy negyediktől, vagy nem tudom, ötödiktől, soha többet a büdös életben egy születésnapra nem voltam meghívva, és úgy hívtad csak, hogy a könyves. De előtte egy vizes szivacsa letörölgette azért anyu? De aztán nem emlékszem, de tényleg volt egy ilyen szanálás, arra emlékszem, hogy anyu így megnézte, gondolom meg akarta akkoriban úszni, és megnézte, hogy melyik van jobb állapotban. Tehát, hogy nem írtunk bele, de azt megnézte, hogy melyik van olyan állapotban, hogy akár ajándék is lehetne. És az első oldalt azt mindig kitépte, ahova írva volt, hogy Tibinek szeretette. Jó tanulmányi átlagáért. Én távoli rokontól kaptam olyan könyvet, figyeld, hogy hibajavítóval volt kihúzva. Az milyen? Mikor látod a szöveget, és fehér hibajavítóval átfahúzva az egy Lacika, vagy Józsika, vagy izé Béla, én mondok mindig, mint akkor Armand, Botond és Kázmér. Ki a húzva, és bele van írva, hogy mit tudom én, Balázs, vagy a kis Balázs. Azért de elég pofátlan egyébként, nem? Tehát nem magával az ajándékkal van baj, de akkor inkább ne adjon semmit, még az is. Igen. Akkor felfedezed a hibajavítót, azért az nagyon tudám fájni. Maradjunk annyiba, hogy gyerekeknek, kisgyereknek ruhát, könyvet nem áll. Tehát, hogy én belenyomorodtam gyerekkoromban a sok sapkába, zokniba, gatyába, övbe, csatba, tehát hogy és kinyitod, és nagyon kamú örülsz, nagyon-nagyon szépen megköszönöd, és kimész sírni a klotyóra, tehát hogy ez mondok volt a akkor még egyet, mondok akkor még egyet, én ebből is nagyon sokat kaptam, elég hányatott sorsom volt, de nem közvetlen szülőktől, de nem, most nehogy kiugorjon a negyedikről, hogy haja, mert nem róla beszélek, távoli rokonok. Kibontod, baromi jól néz ki, csokoládé, azt hiszed, hogy valami nagyon durva, bekapod, és rájössz, hogy 3 éve a bárszekrényben tárolták. Igen. És egy ilyen nikotinízzel kevert, kávéízű, parfümillatú. Kifehéredve egy kicsit. Kifehéredve. Megvetemedve. Kicsit penészes, megvetemedve. Két kukac így visszaköszön, hogy hello, Bazsi, mi vagyunk, akik eszünk a csokoládét. És letörsz egy kicsit, de már érzed, hogy vajon bekapod, és egy ilyen alsó, fehérnemű ízű, kávés, töltött, marakujás, parfümízű, lejárt már szalonnás. Amikor megfogod, akkor érzed rajta, hogy íve van a csokoládéna. Kaptatok ilyet? Persze. Én minden évben legalább 3 rokontól gyűjtöttem be olyan csokoládét, és megnézted a lejáratot, és kirőlt, hogy 16 évvel ezelőtt hozták ki a csokoládét. Akkor mondok neked durvábbat, én már kaptam például lejárt szaloncukrot is ajándékba, becsomagolva. És mivel egy szekrényben tárolták kicsit nikotin, fehérnemű, öblítő, dohány illatú a csokoládé. Volt ilyen? Hogy ne lehet valószínűleg kapni ilyen? Ki a társad? Mondd a nevét. Én nem tudom.
Tatár Csillát. Csillával vagy? Jó, van, mondd meg, hogy puszíjuk. Akkor sokat nem nevettek. Jó, puszíjuk a Csillát, mondd meg neki. Ne szemétkedjetek, Balázs bármit hozhat, annyit kérek, hogy 17 tolos legyen, jó? Aha, az jó. Lesz, Tibikén, 17 tolos. A gatyámba lesz 17 tolos, jó? Szevasz, Tibi. 17 lövetű. Szevasz. Hova kell most, hogy mit csinál egyébként? Műsort vezet. Műsort vezet, mert biztos hallottad, hogy műsorvezető lett, és az egyik ilyen kis csatornán, vagy kisebb csatornán. Ja, és ott egy kell. Reggeli műsort, kell, azt mondta, valakit helyettesít, azt olvastam. Aha. Csillával ketten? Igen. Uh-huh. Hát, de azt gondolom, hogy ez még mindig jobb párosítás, mint hogyha a Robival lenne a Csilla. Mert akkor aztán tényleg síralombögy lenni. ott aztán nincs csak nevetés, irgumburgum. Na jó van. Elment? El, vége. Elkocogott az új hajával. Nem kellett a megtapsolni, nem? Úgy se lett volna őszintén. Végre egyszer nem kell. Nem ész magad, persze. Rányomtam, hogy nyitom az effektáramat, de nem, hát minek akkor? Egyik a francba. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.